aktívus, amely azt biztosítja, hogy egész életen át, úgymond lifelong learning, tanulhasson bárki is. Tehát a szakképzőiskola és jövőre már a technikum mellett, de továbbra is megmaradt feladatként nekünk a felnőtt oktatás, illetve a felnőtt képzés. Ez nem csak majd a szülőket érintheti, hanem a felnőtt oktatás akár a szakmunkás papírral rendelkező frissen végzett fiatalt is, és ez az a rendszer, ahol szakma után egy másik szakmát ingyenesen iskola rendszerben megszerezhet. Ezt már most a szakképzési törvény is fogja biztosítani, hogy kizárólag iskola rendszerben lehessen teljes értékű úgynevezett alapszakmát megtanulni. És amikor a fiatal majd választani fog, miért is válasszon minket? Az egyik fontos dolog lehetne az, hogy végül is két szakmát iskola rendszerben tud megtanulni, ingyenesen egyet nappalit, egyet esti tagozaton. A nagyon fontos az is, hogy amikor felvételt nyersz bármelyik iskolában, bármelyik iskolatípusban, ne felejtsd el, az még csak a bejutás volt, amikor majd elvégzed, akkor lesz neked megfelelő végzettséged. Új kihívás elé fogja hozni benneteket a szakképzés, mert a szakképzésben a közismereti tárgyak mellett ugye a szakmai tárgyak is megjelennek. Nagyon fontos az, hogy ezek a szakmai tárgyak különböző óraszámban, fokozatosan növekvő óraszámban fogják leterhelni az idődet és az energiádat, viszont olyan alapokat szerezhetsz meg, amelyet később egy magasabb szintű szakmánál jobb, ha tudsz. De nem árt, mondanám most éppen kőműves nem indul, de az alapok lerakását ismerni egy építészlendő mérnöknek, mert akkor tudja, hogy mit várjon el a munkásaitól. Nagyon fontos az, hogy egy duális képzésről beszélünk, tehát minden szakmában meg kellett találnunk azokat az együttműködő partnereket, ahol a tanulók kint tudnak gyakorlati képzésben lenni. Számíthatunk arra, hogy a szakképzésben ösztöndíjak vannak, ugye állami ösztöndíj és városi ösztöndíj, és mindenféleképpen nem árt hallanatok gyerekek arról sem, hogy a munkaerőpiac nagyon várja a fiatal, jól képzett szakembereket, és a szakember itt most legyen egy kulcsszó számunkra. Magyar YouTube csatorna. Annyira nem is könnyű. Videománia, Dancsó Péter, én nem is hallottam még erről. De hallottam erről, Zoli, Dancsó Péterről? Ilyen hány szög ez? 8 szöggel lehet megállítani.